Itt ülünk a Fuga üres termében Oszkó Ágnessel és 6 kötettel a Honlap Kiadó építészetmesterei sorozatából. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos esemény a magyar építészet történetnek, hogy ebben a nagyon nehéz 2020-as évben megjelent 6 komoly építész monográfia. Ez azért nem minden évben szokott így lenni. Ezek tulajdonképpen 6 monográfia, 10 szerző életművét mutatja be a 1960-as éveitől a 1960-as évekig, és szóval ez egy olyan esemény, amit tulajdonképpen illene megünnepelnünk, hát most itt jelen helyzetben ünneplésről igazán nincs szó, de legalább megemlékezünk így róla beszélgetések sorozatában. És azt is fontosnak tartom, hogy ez nem egy nagy tudományos intézet, valami akadémiai kutatóközpont, azt mondjuk, oldotta meg, hanem egy magán kiadó, nyilván mindenféle támogatások segítségével. Ugye a könyvsorozatot általában egész összességében támogatja a Nemzeti Kulturális Alap és a Lechner Tudásközpont, és ezen kívül egyes köteteket Budapest Főváros Önkormányzata, a 11. kerületi önkormányzat támogatott, és ugye fontos szakmai partner volt mindegyik kötetnél a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ, amelynek egyébként munkatársa Ágnes, és az ő kötetét, amelyik Baumhorn Lipót életművét dolgozza fel, pedig a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár is támogatta. Tehát mielőtt elkezdenénk a tényleges beszélgetésbe, azért meg is mutatom rögtön a Baumhorn kötet címlapját. Tehát a Baumhorn, ugye ebben a sorozatban, ebben a 6 kötet között vannak olyan szerzők, akik azért tényleg elfeledett építésznek nevezhetők. Hát Baumhornról azt azért szerencsére nem kell mondanunk. Tulajdonképpen az ő neki a jelentőségét így éreztük, vagy érezni lehetett korábban is, hogy azért ő a meghatározó. Mindig elmondtak, hogy ő a legtermékenyebb zsinagóga építész a dualizmus korában, illetve ugye a 30-as évekig, hogy ez a jelentőség, ez tulajdonképpen azért egy magyarországi kereteken is tűnő, tulajdonképpen egy regionális jelentőségű alkotó, de hát egy komoly monográfia, az mindeddig hiányzott róla, de ugye az legutóbbi Baumhorn kiadvány, ez egy ilyen kis vékonyka füzete volt a 1999-es Zsidó Múzeumbeli kiállításnak. Tehát Ágnes ezt már egy, hát több mint egy évtizeddel, most előbb megbeszéltük, hogy 2007 körültől kezdve foglalkozik Baumhorn életművével. Az első kérdésem az, hogy állt össze ez a nagyon gazdag monográfia, amiben ráadásul láthatod, hogy a régi monarchia szinte minden államában jártál, és minden nincs olyan ország, aminek a levéltárában ne kutattál volna ehhez. Így van. Ez valamennyire egy izgalmas utazás is volt nekem. A gyökerek a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre nyúlnak vissza, mert ott végeztem művészettörténet szakon, és egy pár évfolyamtársammal elmentünk kirándulni Szegedre, és azt tudtuk, hogy a zsinagógát mindenképpen megnézzük, és úgy is mondhatnám, hogy a szegedi zsinagógába beleszerettem, de nyilván arról van szó inkább, hogy amikor beléptünk, akkor lenyűgözött engem az épületnek a tömege, az épületnek a világossága, a gazdagsága, és hívő vagyok, de valahogy ebben a zsinagógában, vagy és ebben a zsinagógában valahogy egy olyan egyetemes istenélmény, vagy kicsit nehezen tudom megfogalmazni, tehát van egy olyan áhítatos jelleg ennek az épületnek, ami engem, mint amúgy keresztény embert, nagyon megfogott. És akkor én ezt még nem tudtam megfogalmazni. Amiben ez manifesztálódott, az, hogy az üvegablakok, amik a zsidóság ünnepeit mutatják be, illetve hát egy egyéves ciklust, egy egyéves periódust a zsidóság ünnepein végig haladva, azok lenyűgözőek voltak, és nagyon jó
idegenvezető is volt a zsinagógában, ezért teljesen úgy éreztem, hogy érdemes ezzel az épülettel foglalkoznom. És hát a Pázmányon Révész Emese tanárnőhöz akkor én írtam erről egy kisebb dolgozatot, és Rozsnyai József volt akkor az építészeti tanárunk, az építőművészetnek a tanára, és ő is felkapta a fejét erre az épületre, hogy érdekes, hogy ami felől megragadtam én Balmhorn munkásságát, elsősorban az ugye a Szegedi Zsinagóga volt, és az, hogy ebben milyen sok építészeti stílus megjelenik. Innen tudtam elindulni, és akkor Rozsnyai József bátorította arra, hogy menjek egy kicsit tovább, ássak mélyebbre, van még Szegeden más épület ennek a szerzőnek. És hát kiderült, hogy igen, Szegeden elég sok épületet tervezett, lakóházakat, székházépületeket, és nekem végülis a Csongrád megyei levéltár volt az első, ahol elkezdtem kutatni és mélyreástam. Nagyon jó tapasztalat volt, mert a kollégák nagyon készségesek voltak, támogattak, és végül is ebből, ugye nekem, mint kezdő művészettörténésznek, aki még egyetemista voltam, ezek mind nagyon fontos lépések voltak. Tehát azok, hogy azok a személyek, akik körülvettek, támogatták azt, hogy menjek, csináljam, bátorítottak, és aztán ezt a kutató munkát, amit Szegeden elkezdtem, ezt a szakdolgozatomhoz kibővítettem, és elkezdtem, akkor még annak Szeged volt a fókusza, de a szakdolgozat leadása után végül is, ahogyan nyaralások, kirándulások során bejártuk a Kárpát-medencét, úgy szinte mindig bukkantam egy-egy épületre. Volt olyan tényleg, amire akkor még csak úgy rábukkantam, hogy ez is ismerős, és kiderült, hogy ez is Balmhorn. Aztán utána nyilván már messziről kiszúrtam egy lakóházról, hogy ez is kötődik ide. De visszatérve egy kicsit az 1999-es kiállításra, az a kis vékony katalógus, amit említettél az előbb, az nagyon fontos kiinduló alap volt. Tehát, hogy abban a katalógusban olyan levéltári utalások és olyan korabeli sajtóra való utalások szerepeltek, amik azelőtt másuk nem. És ez volt a kiindulása végül is az én szakdolgozatomnak, aztán a disszertációnak, és akkor ebből a könyvnek is. Hogyha így a Balmhorn, ugye nagyon izgalmas ez a személyiség, tulajdonképpen ugye egy budapesti építész, aki tulajdonképpen a legtöbb jelentős központjában az egykori Magyarországnak emel zsinagógát, vagy sőt, és sok magánépületet is, miközben Budapesten tulajdonképpen nem jelentős az ő működése. Szóval, tudsz-e valahogy fölvázolni azt, hogy mekkora ez az életmű, mit jelent az, hogy ő volt a korszak legtermékenyebb zsinagóga építésze, és hogyan aránylanak a egyházi épületek a világi övhöz? Nagyjából a zsinagóga épületek a világi épületekhez képest a fele, tehát a világi épületekről még mindig bővül a kör. Az az érdekes, hogy amikor megszületett a könyv és elment a nyomdába, akkor aznap kaptam Temesváról egy levelet, hogy az ottani kutatók sejtik, hogy egy épület még Balmhorn lehet. És akkor megnéztem a fotóit, és mondtam, hogy igen, ez biztos, hogy Balmhorn. És akkor már benn voltak, már kijött a nyomdából a könyv. Úgyhogy ez érdekes, hogy igazából ez a kutatás úgy gondolom, hogy nem áll meg, vagy hát ez nem... Az ember, amikor megír egy ilyen monográfiát, akkor abba hagyja a munkát, de nem befejezi. És 50 világi épületet tudok nagyjából, amit ő épített. Ezek lakóházak, bérházak, bérpaloták, székházépületek. Ő 4 nagyvárosba dolgozott, ilyen szinten, ez Budapest volt, Szeged, Temesvár és Újvidék, és 26 zsinagógát tervezett. Tehát nagyjából a világi épületek felét, ha mindent összeadunk a síremlékekkel, ravatalozóval, cinteremmel együtt, akkor egy olyan 80 tételből áll az ő épületlistája, az ő alkotói tevékenysége így szűrhető ma le. És az, hogy 26 zsinagógát tervezett, az olyan szempontból kiemelkedő, hogy főleg az Európán belüli zsinagóga tervezőkkel tudtam én őt összehasonlítani, és ebben a tekintetben abszolút aranyérmes. Tehát a Bécsben működő két építész volt még, Jakob Gertner és Wilhelm Szczęsny, akik olyan 11-16 épületet jegyeznek, ami szintén nagyon sok ebben a műfajban.
És ugye az, hogy ő neki a 26-ból 22 meg is épült, az egyedülálló. Ugyanakkor azt gondolom, hogy jó üzletember is volt. Tehát egyrészt ügyes, tehát eltalálta azt a térszervezést, azt az épületformát, azzal, hogy kupolás zsinagógákat tervezett, akkor, amikor a zsidósága az emancipációs és recepciós törvényeknek köszönhetően már kifejezhette a saját vallásosságát, megélhette a templomok között, ők is építhettek zsidó templomot. Egyébként Bamhon is így nevezte ezeket az épületeket, hogy zsidó templom. Tulajdonképpen kézről kézre adták őt. Tehát az első művek után egyszerűen elterjedt a híre, és ezért gondolom azt, hogy az egykori Magyarország területén tényleg Muraszombattól, Liptó-Szentmiklóson át, Brassóig, Újvidékig ott állnak az épületei. Toronyi Zsuzsanna azt vetette föl nekem még a kutatás elején, hogy hát ahova elment a vasút, oda ő elment. Tehát, hogy a vasúti csomópontokhoz ő elment építeni. Hozzátartozik, hogy volt egy munkatársa, aki valószínű művezetőként ezeken a helyeken ott maradt, vagy többször lejárt. Tehát az, hogy említetted, hogy ő budapesti. Igen, ő budapesti volt, és az építészirodája 1908-tól az Izsó utcában működött, mostani 14. kerületben. De azért elég messzire elértek a tervei meg a keze. Uh-huh. Ja, hát két-három kérdésemet is megválaszoltad ebben a izgalmas válaszban. Ugye egyrészt ki akartam emelni, hogy ez egy nagyszerű újdonsága ennek a könyvnek, hogy megjelennek azok a külföldi német-osztrák építészek, akiket a korszakban még szintén még zsinagóga építészként tartottak számon. Tehát Stiassny, Gertner, többi, hogy az ő vagy a német előképek, tehát ezekkel összevetve, ezekkel párhuzamban láthatjuk Baumhol műveit. A másik meg az, ami tényleg azt kelti föl az ember érdeklődését, hogy mi volt az, amit Baumhol tudott, tehát hogy miért ő volt az, akit ezek a nagyvidéki hitközségek akartak maguknak, vagy miért? Mert ugye nagyon sok tehetséges, törekvő zsidó vallású építész volt akkor Budapesten vagy vidéken, akik ugye ambicionálták ezt a műfajt, tehát ugye Komor is a szabadkai zsinagógájától kezdve, ugye tudjuk, hogy Lajta Béla is nagyon szeretett volna zsinagógát építeni, tehát ők ugye egyet-kettőt sikerült jó esetben építeniük ezzel a 22-vel szemben, szóval valamit Baumhorn tudhatott, ami úgy látszik, hogy tökéletesen megfelelt ezeknek a tényleg a saját hát vallásosságokat és nyilván társadalmi presztízsüket is megjeleníteni kívánó hitközségeknek. Ezek azért többnyire neológ hitközségek. Többnyire igen, tehát reform hitközségek voltak, igen. Mondhatnám, hogy zseni volt, de én azt gondolom, hogy amellett, hogy nyilván egy jó szakember volt, és volt invenciója, amellett remekül tudott alkalmazkodni. Tehát, hogyha mondjuk megnézzük Lajtának is az 1898-as Lipótvárosi zsinagóga terveit, egyébként ezt érdemes annyiban kiemelni, hogy ebben a könyvben a Lipótvárosi zsinagógának a tervpályázatát is taglaltam. Nem olyan részletesen, mint ahogy Gábor Eszter a tanulmányában leírta. Viszont azért izgalmas a Lipótvárosi pályázat, mert ez a századfordulón egy keresztmetszetét adja annak, hogy az akkori magyar építészek, és nem csak magyarok, de magyar építészek elsősorban hogyan vélekednek arról, hogy egy zsinagógának ki kell nézni 1900 körül. Ugye önmagában ez a műfaj, a zsinagóga építészet, ez egy mondjuk úgy, hogy a 19. század második felétől kezdett megjelenni a városképben, úgy, mint zsinagóga építészet, mert korábban azért a zsinagógák az adott korszaknak a stílusában épültek, és amit tudunk, hogy többnyire ugye azok az építőmesterek építették a zsinagógákat, akik a katolikus templomot is, meg a városházát, tehát hogy nem volt olyan, hogy egy zsidó építész, akkor ő megtervezi. Ugye az építészképzés az nem volt elérhető a zsidóság számára, és a céhes keretek sem. És a 19. század közepétől kezdenek Nyugat-Európában elsősorban a reformok, a zsidó belső reformok következtében felbukkanni olyan építészek, akik keresik, hogy mitől
zsinagóga, egy zsinagóga külső jegyei alapján. Mert a rituális eseménysor az a Bamhan zsinagógákban is pont ugyanúgy játszódik le, mint egy évszázaddal korábban, akár. És ez a diskurzus, ami a század végén folyt, hogy hogyan tervezünk zsinagógát, erre többféle válasz is létezett, és Bamhan Lipót ezeket a válaszokat, tehát hogy például keleties stílusú legyen az épület, keleties motivumok legyenek, mert a nép keletről származik. Ez volt a zsidóságnak az egyik ilyen útja, az egyik önkifejezési, reprezentációs törekvése, amit az építészek megtámogattak. Bamhan is innen indul, az esztergomi zsinagóga és a nagybecskereki még keleties zsinagógák. És akkor a német példákat követve, így a századfordulóra alakított ki ő egy olyan prototípust, ami azt jelenti, hogy egy négyzetes alaprajzon álló, egy négyzetes tömegű épülethez nyugatról egy előcsarnok kapcsolódik, és keleten van a tóra szekrénynek a fülkéje, kiemelkedése, ezt hol így, hol úgy oldotta meg. És ami miatt én szerintem a zsidóság, a megrendelői hitközségek megtalálták önmagukat ezekben az épületekben, az elsősorban az volt, hogy a kupola által egy kicsit mondjuk a katolikus protestáns templomoktól eltérő szimbólumot találtak, tehát nem egy kéttornyos, hogyha most ilyen nagyon alap sémákra lebontom a templomépítészetet, vagy egy egytornyos tömeg, hosszanti tömeg, hanem ez egy négyzet alaprajzú centrális tömeg, a tetején egy nagy kupolával, és általában a nyugati oldalon, ahol a nők számára a lépcsőházak vezettek az emeletre, a karzatra, ott még tornyokat is emelt fölötte. És most ennyit a tömegről, de amit kérdeztél, hogy mitől szerethették ennyire, én azt gondolom, hogy összevetve például Komor Marcellal és Jakab Dezsővel, akik a Szabadkai zsinagógát a Szegedivel egy időben építették egyébként, ők ugye a magyaros stílusban építették ezt a zsinagógát. A magyaros stílus, bár Lechneri, vagy Bamhorn is Lechner Ödönnél tanult, ott képződött, de ő elég hamar letért azért erről a vonalról, és egy univerzálisabb, historizáló építőstílusba kezdett. És hogyha megnézzük, én azt kerestem az egyik tanulmányban, ez szerepel is a könyvben, hogy Szegedre miért lehet az, hogy annyi polgári megrendelést kapott, és egyedül ő budapestiként. Mert általában budapesti építészek egy-egy épülettel szerepelnek, Temesváron is egyébként, Újvidéken is, és Szegeden is. És én azt gondolom, hogy az, hogy nem volt túl provokatív a stílusa. Most, ha a zsinagógára ránézünk, nyilván az egy nagy durranás, de most, ha egy sima lakóházat vagy egy székházat megnézünk, az úgy beleolvad ebbe a historizmus, neoreneszánsz és a szecessziós paloták közé. Ez egy olyan kicsit középút volt, amit ő csinált. Historizáló szecessziós építész volt. Tehát az épületeknek a tagozatait, amik az ablakok között, osztások, függőleges osztások, a párkányok, ezeket ő meghagyta. A progresszív szecessziós építészek, vagy hát nem mondanám, hogy Lajtát én szecessziós építésznek, ez nehéz kérdés, most ugye a szecesszió már egy nagyon differenciált korszak a szemünkben, a szakma szemében, de voltak olyan építészek, akik abszolút lebontották ezeket a tagoló elemeket, és Bamhan ezeket meghagyta. És azt gondolom, hogy ezért illeszkedik be mondjuk egy városképbe könnyebben, mint egy magyaros szecessziós épület, amit egyébként nagyon szeretik a magyaros szecessziót is, Szegeden is, és elég sok példája is van. De Bamhan nem ezt az utat választotta, hanem inkább a bécsi szecesszió elemeit ismétli, illetve formálta a maga képére, mert nem ismétel, hanem a maga képére formál. Vagy a berlini Jugendstilnek a vonásai ismerhetők még fel. Nyilván ez az ő tanulmányútjainak is köszönhető, de azért azt gondolom, hogy ezt a századfordulón tudatosan választották az építészek ezeket a formákat. Tehát nem csak véletlenszerűen lesz valaki magyaros stílusú építész, vagy historizáló, még a századfordulón is. Igen. Ezt is ki akartam emelni a könyv értékeként, hogy egyszerre adsz nagyon szép tipológiai és stílus történeti elemzéseket, mint ebben a mostani válaszban is. Illetve még egy valamit szeretnék megkérdezni, kapcsolódik ez, amit most mondtál, hogy van egy olyan sajátos
amit te is kiemeled, hogy ez egy ilyen sajátos stílus kreációja Van Hornak, amely viszont valahogy érintkezik a magyaros szecesszió egyfajta továbbfejlődésével vagy ágával, ez a téglaszalagos, téglapontozásos stílus, ami tényleg Újvidéken egy monumentális városképi együttesben jelenik meg, vagy akár Ceglédnek a kisebb, de nagyon, nagyon vonzó épületében. Tehát ez, ha jól vettem ki a könyvből, ez egy elég sajátos és egy nagyon hát értékes hozzájárulásának tartott Baumhortól a korabeli építészeti nyelvezethez, vagy stílus pluralizmusnak egy sajátos irányának gondolod? Igen. Az az érdekes, hogyha mondjuk a Szegedi Zsinagógát vesszük egy ilyen főműnek, ahogyan ezt már a korábbi kiállításnak az alkotói is így gondolták, illetve Baumhorn Lipótnak a veje, Somogyi György, aki ugye a hagyatékot részben át hagyományozta, illetve ő is írt az aposáról. Ha a Szegedi Zsinagógát nézem, ugye akkor méretében, meg az összetett stílusában az egy nagyon kiemelkedő alkotás. Még egyébként az egy érdekes dolog, hogy a 30-as években is, meg a 20-as évek második felében, amikor a helyi sajtók, illetve a zsidó sajtó, mondjuk az Egyenlőség folyóirat Baumhornról ír, akkor mindig az első mondat az, hogy Baumhorn Lipót a Szegedi Zsinagóga tervezője, tehát hogy ez az origó, ahol visszatérnek. És érdekesnek találom, ugye a Szegedi Zsinagóga még ízig-vérig historizáló alkotás, tehát neogótika, neoromán, neoreneszánsz, bizáncias tömegformák jellemzik, viszont utána, pár évvel később épült valóban az Újvidéki Együttes, és én úgy tudtam lefordítani ezt a váltást, hogy már megvan az alaprajz, megvan a tömeg prototípus, és akkor Baumhorn egy kicsit elengedi ezeket a historizáló stílusokat, és másba kezdi öltöztetni az épületeit, és ekkor elevenedik fel az a téglaszalagos stílus, úgymond, amit ő Lechnernél gyakorolt elég sokat. Csak ő abban különböztetném meg ettől a magyaros iránytól, hogy Baumhorn a téglaszalagokat azért nem az ornamentika, vagy nem egy ilyen organikus... Nem egy lágyan formált, ilyen hullámzó... Nem egy hullámzó, ezek, igen, ilyen geometrikus aszter. Figurók az egész rendje. Igen, és ezért Klein Rudolf, aki a zsinagóga építészet kutatója, főkutatója Magyarországon, ő úgy fogalmazza ezt meg, hogy Baumhorn Újvidéken protomodern. Tehát, hogy az ő téglaszalagjai nem magyarosak, hanem protomodernek, tehát egy ilyen ezt a modern kubusosságot és letisztultságot megelőlegzőek ezekkel a szabályosan futó téglaszalagokkal, és hát a téglapontokkal, ami egyébként érdekes, hogy annyira nem elterjedt a magyaros szecesszióban, tehát ez a téglapontozás, ez valamennyire azért egyedülálló Baumhornnál. Viszont arra akartam visszautalni, hogy a késői kortársak, olyan, mintha ezzel a Baumhornnak a második alkotói periódusával, ami a Szegedi Zsinagóga után következik, hogyha most két nagy részre bontom az életművet, mert amúgy a könyvben öt alkotói korszakot állapítok meg, és öt alkotói korszak szerint mutatom be az épületeket, de ha most két nagy részre bontom, akkor a második protomodern alkotásokról egy szó nem esik később. Tehát, hogy olyan, mintha nem ezt értékelték volna benne, hanem azt értékelték volna benne, hogy igazából elegáns, mert az első világháború után, amik épülnek Budapesten főleg egyébként, például a Páva utcai zsinagóga, vagy a Bethlen téri zsinagóga, ezek azt lehet mondani, hogy egy klasszikus elegancia az, ami ezeket a belső tereket jellemzi. Egy kis keleties karélyos árkádív az megvan, meg helyenként középkorias rózsaablakok, vagy ilyesmi, viszont már a háború után azért eltűnik ez a modernebb felfogás, igen. Tehát olyan, mintha az nem lett volna annyira kedvelt azért. Igen, vagy. Köszönöm szépen, Ágnes, ezt a beszélgetést. Azt gondolom, hogy nagyon sok mindenről szó esett most, ennél még sokkal-sokkal-sokkal több olvasható a könyvben, amit ajánlok mindenkinek, nézem meg, mert arról nem beszéltünk, hogy milyen szép ez a könyv,
belülről, de egy nagyon gazdag válogatás van benne az elérhető archív fotókból, tervekből, soha még ilyen gazdagságban ezeket nem láthattuk, és persze az épületeknek, hát ahol szomorú, hol kevésbé szomorú mai állapotát is megörökítik benne leginkább a te fényképeid. Tehát mindenkinek jó szívvel ajánlom a könyvet, hogy mélyedjen el benne, és olvass el. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én még szeretnék annyit hozzátenni a kiadóval kapcsolatban, hogy azért az, hogy az archív felvételek túlsúlyban vannak, az egyértelműen a kiadó kérése. Tehát, hogy itt a kiadó arra próbál koncentrálni, hogy ugye ma az internet világában azért a legtöbb épületről, ha az ember szeretne, akkor profi fotókat is talál az interneten. Viszont az archív felvételek, illetve az eredeti tervek, eredeti levéltári rajzok, tervek, azok olyan unikális jelentőséggel bírnak, hogy itt a kiadó kifejezett kérése volt, hogy ezek kerüljenek túlsúlyba a könyvben. Szerintem szerencsés megoldás is. Igen. Köszönjük. Én is köszönöm.